Belesiklottam a vízbe, de hát valami volt benne, és fejjel neki mentem, és előre törte a fejemet. Aztán hát mondom, majd én kisétálok a vízből, mert éreztem, hogy valami baj van. Nem tudtam letenni a lábamat, kiemelem a fejemet, hát az sem ment, és akkor végül egy barátom szeret ki. Sziasztok! A 19 éves Balázs élete álomszerűen alakult. A Radnóti Miklós Gimnázium éltanulója, a Szegedi Tudományegyetem orvosi karára felvételizett, ahova sikeresen felvételt is nyert. Most szeptemberben kezdte el volna a tanulmányait, viszont a nyáron egy szörnyű tragédia ketté törte ezt az álmot. Balázs ugyanis egy nyári kirándulás során túlsekély vízbe ugrott, és sajnos ezáltal tolószékbe került. Balázs azonban nem adta fel töretlen bízik a jövőben, amihez nagy segítséget nyújt számára a Szent Vincent Rehabilitációs Központ, ahol jelenleg is az egyik tornája során találkoztunk és beszélgettünk vele. Balázs történetét fogjátok most megismerni videómból. Nyáron kirándultunk barátokkal, körös holtágon voltunk. Úgy gondoltam, hogy mélyül a víz eléggé. Jó hőmérsékletű is volt, és akkor ugrok egyet, és belesiklottam a vízbe. De hát valami volt benne, és fejjel neki mentem, és előre törte a fejemet. Aztán hát mondom, majd én kisétálok a vízből, mert éreztem, hogy valami baj van. Nem tudtam letenni a lábamat, kiemelem a fejemet, hát az sem ment. És akkor végül egy barátom szeret ki, akkor mentőt hívtak. Mentünk is Békéssabára. Békéssabáról aztán mentőhelikopterrel vittek át Szegedre, és Szegeden szerencsére még aznap meg tudtak műteni. Igazán jól sikerült a műtét, mert nem kellett utána második műtét, és akkor intenzíven voltam 2 hetet, de szerencsére nem volt semmi baj az állapotommal. Azt mondtad, hogy nyáron, ez most nyáron történt? Igen, augusztus 17-én. Akkor ez még egészen friss dolog. Hát valóban. Hogyan éled meg a mindennapokat? Hát van, amikor nehezebb, van, amikor könnyebb. Ez egy új helyzet. Egy kihívás, hát szeretem a kihívásokat, bár nem pont ilyenre számítottam, ugye most egyetem az kellemesebb kihívás lett volna, hogy így fogalmazzak, mert az orvosira felvételt nyertem, de Szegedre. Bár ez szakmába vág, hogy így mondjam, érdekes volt a kezelés, meg még mindig az. Hát vannak mély völgyek, pszichológusra is konzultálok már, mert nehéz feldolgozni azért ezt, hogy lebénultam nagyjából teljesen. De azóta jönnek vissza dolgok, és szerencsére erősödök is. Hogyan találtál rá a Szent Vincent Rehabilitációs Központra? Más sérülteken keresztül, ők is ajánlották, hogy itt nagyon jó rehabilitáció folyik. Anyukám is keresett lehetőségeket, és így jutottunk el ide. Mióta vagy itt terápián? Múlt héten jutottam el 3 napot, e héten 3 napot. Aztán ugye egy karácsonyi zárás ez, de remélhetőleg jövő évben is tudok majd jönni még rehabilitációra. Hogy érzed magad itt? Nagyon kellemes, jó a légkör, nagyon jók a gyógytornászok, mindig más feladatokat adnak, ami jó, hogy más szemszögből látom az állapotomat. Jó a felszereltség, mert azért nagyon sok helyen nincsen neki ilyen eszközök. Így olyan izmokat is meg tudunk mozgatni, amiket én nem alapból, így otthoni gyógytorna során. Mondtad, hogy más szemszögből látod a dolgokat. Hogyan láttad, miben segített neked a Szent Vincent, mondjuk máshogy gondolkodni, máshogy tekinteni erre? Főleg úgy, hogy jobban mozogjanak a dolgaim, tehát hogy nem teljesen szemlélet, hanem igazából a fizikai rehabilitációban segített nagyon sokat. Most már érzek én mozgást a törzsemben lentebb is, ami nagyon pozitív, és a lábamban is észrevettünk rezzüléseket, mert ugye ezekkel a függesztett tornákkal ki tudja kapcsolni a egyéb nehézségeket, vagy gravitációnak hasonló. Így sokkal hatékonyabb a rehabilitáció, mert ugye 4 hónap alatt rendesen elsorvadtak az izmaim. Azért ez hatalmas dolog lehet, hogyan éled meg ezeket a kis sikereket, amik előrébb visznek. Néha nagyon nehéz értékelni, mert attól függetlenül még nem történik semmi, tehát hogy nem tudom felhúzni a lábamat, csak egy kis rezgés, de ugye meg kell látni a jót. És ezek az apró dolgokat azért többnyire most már meg tudom látni, és ezek visznek előre. Én pozitív szemléletű vagy, ahogy hallgatlak, hogy... Többnyire igen.
Igen. Hát akkor mi az, ami erőt ad neked ebben a helyzetben? Mi az, ami lebeg a szemed előtt? A család nagyon sokat segít az elfogadásban, meg nyilván én 24-es kezelést igénylek, mert magamtól nem tudok, nem tudom ellátni magamat. És ami előre visz, hát az, az egyéb célok, hogy orvosital akarom végezni, bármiféleképpen én jövőre elkezdem, és az, hogy felépüljek. Mert hát azért legalább egy önellátó szintre el szeretnék jutni, ami akár székbe, de akár jobb esetben állva működne.